Szeretettel köszöntök mindenkit. Fiatalon, ahogy az ember kezdi megismerni a hazai építészetet, azzal találja szemben magát, hogy ki nem mondott, de egyértelmű korlátok közötti gondolkodásra kényszerül. Az egyetemi időszakban azonban néha lehetőségünk van kipróbálni azt, hogy milyen, amikor rutinos válaszadás helyett újra lehet gondolni az értékeket és nézőpontokat. Tervezési helyszínünk a Balaton felvidéki Somló, ahonnan több száz kilométerre kiterjedő panoráma tárul elénk. A 430 méter magas tanúhegy Somlóvásárhely oldalán található az Írci apátság egykori présháza. Klasszicista stílusban épült présház valaha egyfajta hófehér jelként jelent meg a tájban. Ma már csak a földszinten lévő három fal alkotta torzó jelzi az egykori épület létezését. Az épület rom megjelöli a helyet és az időt, és ezáltal napjainkban ideális helyszínként jelenhet meg, mint a helyiek és a turisták kilátó vagy megállópontja. A régi az érkezés helye, és egyben egyfajta kiállítási tárgy is. Itt kapnak a turisták lehetőséget a pihenésre. Az emeleten büfét fogyasztótérre, a pincében pedig kiállító teret létesítettünk. Figyelembe véve az adottságokat, a romot egyszerre szükséges védelmezni és megmutatni is. Az új elem nem megtelepedni szeretne a romon, ezáltal egy alá fölé rendeltségi viszonyt hozva létre, hanem sokkal inkább egy egyenrangú kapcsolat kiépítésére törekszik, mivel a múlt és a jelen egyformán fontos. Az új épület additív módon keletkezik, ahol az üres és a tele közti kontraszt alkot szoborszerű minőséget. A meglévő romoktól látszólag független, ám rejtett szálakkal mégis kötődik ahhoz. Így a régi mellett új jelentéslétegek erősítik az alkotás elbeszélő erejét. Az új épület ellebeg a rom felett, anélkül, hogy egyetlen ponton is megsértené azt. Az, hogy ma itt lehetünk Önök előtt, igazolja számunkra, hogy a magyar építészetben is helye van az állandó kísérletezésnek, a múlt és jövő viszony újragondolásának. Köszönjük szépen a figyelmet!